Püspökladány város önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve egy kormányrendelet alapján idén szeptemberben is kiírta a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatot. A Bursa Hungarikát igazán 2006 óta tudom nyomon követni, bár ez hamarabb indult országosan és a helyi településen is. Azért tudom azóta, mert a humánpolitikáért felelősként konkrétan beleláttam a pályázati formába, annak a megvalósulásába. Ehhez a pályázathoz Püspökladány város önkormányzata már hosszú évek óta csatlakozik, ugyanis az önkormányzatoknak maguknak kell eldönteni, hogy ebben a pályázati rendszerben részt kívánnak lenni, vagy sem. Ez évben is megtörtént maga a pályázati kiírás. Az önkormányzat a szeptember végi testületi ülésén csatlakozott a Bursa Hungarica pályázati ösztöndíjrendszerhez. A csatlakozási nyilatkozatot az önkormányzat a támogatás kezelő részére megküldte, a pályázati felületet a támogatás kezelő, az emberi erőforrás támogatás kezelő a tegnapi nap folyamán megnyitotta. Így már lehet pályázni a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatra. Pályázatot nyújthatnak be a Püspökladány területén élő felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanuló, hátrányos helyzetű tanulók, valamint azok a diákok, akik felsőoktatási intézményben még nem nyertek felvételt, de az a tervük, hogy a következő szeptembertől egyetemen vagy főiskolán folytatják tanulmányaikat. Azok a diákok, akik már érvényes felvételivel rendelkeznek, az A-típusú pályázati űrlapot kell, hogy kitöltsék, míg ezután felvételt nyerő fiatalok a B-típusú pályázati űrlapot kell, hogy kitöltsék. A pályázat benyújtásához az elektronikus pályázatkezelési és együttműködési rendszerben, melyet röviden EPER Bursa rendszernek neveznek, egyszeri regisztráció szükséges. Első körben föl kell menni az EPER rendszerben a pályázóknak fenntartott felületre. Ott regisztrálniuk kell, egy regisztrációs kód megérkezése után pedig a számukra szükséges, számukra megfelelő pályázati űrlapot kitölteni, véglegesíteni, elmenteni és kinyomtatni. A kinyomtatott pályázati űrlap mellé szükséges az önkormányzat által kért mellékleteket mellé csatolni, és ezt a papírformájú pályázati űrlapot az önkormányzat szociális osztályára behozni. Csatolandó a pályázó és testvéreinek iskola látogatási igazolása, a család jövedelem igazolása, valamint a saját személyes okmányok bemutatása. A pályázati kiírás szerint 1000 és 5000 forint közötti összeggel támogathatók a diákok. Minden egyes önkormányzat maga dönti el, hogy milyen formában, illetve mekkora összeggel fogja támogatni ezeket a diákokat. A korábbi évek tapasztalata az volt, hogy diánkonként 3000 forint támogatást nyújtott az önkormányzat, ehhez adott még a támogatás kezelő szintén 3000 forintot, illetve bizonyos esetekben a megyei önkormányzat szintén ugyanekkor összeggel támogatja a fiatalokat. Jelenleg a tapasztalat az, hogy minden évben nagy az érdeklődés Püspökladány területén, a korábbi években 180 fő körül volt az A-típusú, illetve 30 fő körül a B-típusú pályázati űrlapok beérkezése, tehát jelenleg körülbelül 300 fő diák részesül Bursa Hungarica támogatásban. Pályázni október 4-től lehet, a benyújtás végső határideje pedig november 8. Addig mind elektronikusan, mind papírformában be kell nyújtani a pályázatot a polgármesteri hivatal szociális osztályára. Az elbírálás december 8-áig tart.